Hargita együttes negyed százada elsősorban Erdélybe viszi színpadra a székely hagyományokat. Ezúttal két komplett estet hoztak magyarországi turnéjukra, az egyik a farsangi népszokásokat, a másik a bukovinai székelyek kultúráját viszi színre. András Mihály a Néptánc Együttes igazgatója azt mondja, nagyon különleges egy olyan nézősereg előtt színpadra lépni, akikkel egy vérből valók, de más körülmények között élik mindennapjaikat. A vér szerinti rokonaink nézik a műsorokat, a rokonaink itt vannak, tehát hogy ők mi vagyunk, csak úgy olyan rég elváltunk egymástól, hogy most újra kell találkoznunk, ismerkednünk és meg kell találnunk a közös életünket. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról beszélt, ez egy különleges élmény a népcsoport tagjai számára, hiszen saját életüket látják viszont a színpadon. Bukovinai sorsot dolgozta fel, és ez számunkra nagyon fontos, hiszen a megélt történelmünket, hogyha újra láthatjuk, főleg, hogyha egy ilyen úgymond profi táncosok adják elő, akkor meg különösen nagyon sokat jelent, hiszen a minket próbál bemutatni, és a mi sorsunkat idézi elő, ami úgy gondolom, hogy életbe kell tartani, hiszen rólunk szól. A Hargita Néptánc Együttes magyarországi turnéját a Magyarságháza szervezésében láthatta a budapesti és a bonyhádi közönség.